Hagyományos szezon előtti sajtótájékoztatóján mutatta be új játékosait, és vázolta céljait a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt két NB I/B-s bajnokságban nem sikerült bejutni a legjobb négy közé a csapatnak, amit csalódásként éltek meg a játékosok és a szurkolók. Konkrét elvárás ezúttal nem hangzott el a helyezéssel kapcsolatban, mivel több együttes is erősített, így egyelőre még nem kristályosodtak ki az erőviszonyok. Az viszont biztos, hogy a kékcápák a mezőny elejét célozzák majd meg, és a Hepp-kupában az elmúlt két évhez hasonlóan szeretnének ott lenni a négyes döntőben. Még erősebb lesz a piros csoport, és a MAFC kiesésével, a piros csoportban való indulásával úgy gondolom, hogy még nagyobb rangot szerzett magának ez a piros csoport. Természetesen szeretnénk ott lenni az élmezőnyben. A MAFC-cal eddig is küzdöttünk jó nagyokat, az oroszlánnyal úgy szintén, úgyhogy nőttek a élesebb mérkőzéseknek a számai, de úgy gondolom, hogy a csapatunknak mindenféleképpen ott kell lenni az élmezőnyben. A cápák a felkészülés harmadik hetében járnak, és Siska János edző szerint minden a tervek szerint halad. Nagyon jó halad a munka, a játékosok szerencsére jó állapotba érkeztek vissza a nyári szünetről, és egyre keményebbek az edzések. Most már csapatedzések is vannak, de hát már ötöt elleni játékok is. Pénteken pedig edzőmérkőzésre megyünk Szolnokra, és megnézzük, hogy hol tartunk. Az érkező kosarasok egyike a körmendi nevelési Tóth Gergely. A Sopronból érkező center egyben a csapat rangidős játékosa is. Az lassan 30 éves vagyok, a legidősebb játékos a csapatban, maximalista beállítottságú ember vagyok. Így a későbbiekben meg fogom követelni a kisebbektől, fiatalabbaktól is ezt a hozzáállást. A 23 esztendős, szombathelyi nevelésű Bazsó Bruno az A-csoportos Jászberényből tette el székhelyét Nyíregyházára. Főként a játék lehetőséget tartottam szem előtt. Jászberényből is megkerestek, meg szerettek volna tartani, de úgy gondoltam, hogy mivel két évet már ott eltöltöttem, ezért most ideje váltani, és úgy érzem, hogy jól is döntöttem. Az első benyomások rendkívül jók, teljesen profi a klub, nagyon könnyen beilleszkedtem, hogy úgy mondom, ebben a társak is segítettek. Az edzések elég hosszúak, de nagyon jók, és ezen felül olyan technikai és szakmai dolgokat tanulunk, amik itt az elején nagyon jól jönnek. A kékcápák a szolnoki mérkőzésen kívül még 8-9 edzőmeccset terveznek. Az már biztos, hogy a jövő héten Szlovákiában, szeptember elején pedig egy miskolci tornán lépnek pályára Bazsóék. A bajnokság szeptember közepén rajtol.